Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária, Mária, Rádió hallgatóit ezen a délutáni órán. Önök a következő órában, mint minden hétfőn ebben az időpontban a Hit Kapuja című hitvédelmi műsort hallhatják majd Székely János Püspök atyával és Kindelman győzővel. Az elmúlt másfél hónapban, mi sorunkban az apológia klasszikus felépítését követve beszéltünk azokról az érvekről, amelyek hitünk tételeit alátámasztják. Például, hogy a világot és az embert egyetlen felsőbb értelem teremtette, akit ugye Istennek nevezünk. Azután szójtájtettünk a vallásokról, a vallások egymáshoz és a kereszténységhez való viszonyáról, és arra vettük azokat a kérdéseket is később, amelyek a Bibliáról, mint Isten szaváról felmerülhetnek bennünk. A mai alkalommal szintén maradunk a Bibliánál, de ezúttal már szűkítjük a kört, és Jézus személyére fókuszálunk. Több oldalról is meg fogjuk az ő személyét és a tevékenységét vizsgálni. Reméljük, hogyha valakinek a témával kapcsolatban kételjei vagy kérdései vannak, a műsor végéig azért megnyugtató választ fognak kapni mindenre. Püspök atya. Azt hiszem, hogy elmondhatjuk most így a 21. század elején, hogy ma már szinte senki sem kételkedik abba, hogy Jézus egy létező személy volt. Ugye egészen a 70-es évekig akár ez nem volt teljesen egyértelmű, ha csak éppen az iskolai oktatást néztük, és a felvilágosodás kora óta, tehát közel 200 évig többen próbálták cáfolni, és főleg arra hivatkoztak, hogy az evangéliumok biztos, hogy nem valami valós eseményeket beszélnek el, és a fantázia termékei, és arra hivatkoztak, hogy a Biblián kívül nem találtak nagyon történelmi forrásokat, amelyek Jézus személyére, Jézus életére vonatkoztak volna. Most Püspök hogyha mennyiben igaz ez az állítás, és hát fel tudunk-e sorolni Jézusról szóló korabeli híradásokat, történelmi forrásokat? Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. A Jézusnak az életéről az evangéliumokon kívül nagyon sok más híradást is olvashatunk az ókorban. Összefoglalva azt lehet mondani, hogy egyike azoknak az ókori történelmi személyeknek, akikről a legtöbb korabeli híradás és információ fönnmaradt. Vagyis Jézus életének a legalapvetőbb tényei, amit gyorsan föl is sorolnák, sorolnék a kedves hallgatóknak, tehát, hogy a názáreti Jézus egy nagy hatású tanító volt, akit rengetegen követtek, hogy ő csodákat művelt, betegeket gyógyított, és mindenki, aki a környezetében élt, ezt a, a csodálatos tevékenységét is tanúsítja, hogy a, a zsidó főtanács, illetőleg a főpapok halálra ítélték, Poncius Pilátus római helytartó kivégeztette, de a halála után is a tanítványai megtapasztalták, hitték azt, hogy ő él, és ebből a húsvéti hitből születik a kereszténység. Tehát ezek az alaptények, ezek nagyon bőségesen szerepelnek a Biblián kívüli forrásokban is. Megemlíteném rögtön a legfontosabbat ezek közül, ez egy Josephus Flavius nevű zsidó történetírónak a műve, a zsidó régiségek, illetőleg a zsidó zsidók története című mű. Józsefusz Flávius egy... <coughs> Elnézést kérek, elég meg vagyok fázva. Ő egy Palesztinában élő, Szentföldön élő zsidó ö, ember volt. 37-ben vagy 38-ban született, tehát kicsivel Krisztus szenvedése halála föltámadása után, és százban halt meg. Egy vallás iránt nagyon érdeklődő zsidó ember volt. Tudjuk, hogy egy rövid ideig egy szent életű remetének, egy bánusz nevű Zsidó Remetének a tanítványa is volt. Később ö, tudjuk azt, hogy ő lett a Róma elleni háborúban, a zsidó ö, úgymond szabadságharcban, Galileának a főparancsnoka. Tehát egy nagyon fontos funkciót látott elő 66-tól kezdve, egészen ö, Jotapátának az ostromáig, ahol a rómaiak körbekerítették őket. Ő, különleges módon életben maradt és megjósolta a hadvezérnek Vespasianusnak hogy császár lesz és Vespasianus őt úgy tekintette, mint egy különleges profétát tényleg beteljesedett ez a jóslat, tehát valóban őt e, császárra kiáltotta ki a, a hadsereg és Vespasianus attól kezdve Józefus maga mellé vette, sőt a családba mint egy örökbe is fogadta, befogadta innen kapja a Flávius nevet ettől a császári családtól. Józsefus tehát ettől kezdve Rómában él, és ott elhatározza, hogy a zsidók védelmében ír egy nagy történeti művet, ez a már említett zsidók története című mű. És ennek a 18. könyvében találjuk a következő sorokat. Ez idő tájtélt Jézus, egy bölcs ember, megdöbbentő tetteket hajtott végre. És olyan embereket tanított, akik élvezettel fogadták az igazságot, és sokakat megnyert. Amikor Pilátus főembereink vádjai alapján kereszthalálra ítélte, azok, akik kezdettől fogva szerették, nem szüntek meg ragaszkodni hozzá. A keresztények nemzetsége, melyet őróla neveztek el, mind a mai napig nem tűnt el. Tehát látjuk ebben a, a leírásban, azt, hogy Jézus életének az alaptényei nagyszerűen ott vannak a tanítása, hogy hatalmas tömegek követik a gyógyításai, a fő tanácsítélete Pilátusnak a szerepe és a húsvéti hit is megfogalmazódik itt. Ezt a rövid tanúságtételt aztán később keresztény másolók kiegészítették. Tehát a, a kódexeknek jelentős részében itt keresztény kiegészítések vannak, azonban a történeti kutatás el tud jutni eddig az eredeti Flavius hitelességét igazolandó, azért említsük meg, ő keresztény volt, vagy maradt zsidó? Ő teljesen zsidó ember volt haláláig. Tehát, tehát, sokkal többet ére miatt az ő úgymond tanúságtétele, mint hogyha mondjuk egy keresztény ember írta volna, akire azt mondják, hogy haza beszél most idézőjelben szólva. Igen, tehát abszolút zsidó történetíróról van szó, aki megemlíti korának ezt a nagyon nagy személyiségét Jézust. Egyébként ír nagyon bőségesen keresztelő Jánosról is, tehát az ő vele kapcsolatos evangéliumi híradásokat is, Józefus Flavius megerősíti. Egy egész rövid tanúságot hallunk Svetoniusnak az egyik művében, ahol leírja, hogy Rómában a zsidók körében vita egy Krésztosz nevű valakivel kapcsolatban. Nyilvánvalóan itt a zsidók és a keresztények közötti ellentétet említi ő meg. És De ez ezzel... már nagyon korán volt, tehát hoz, érdemes hozzátenni, hogy ez Claudius császár idején, tehát már a 40-es években ez azt jelenti, hogy voltak keresztények Rómában, vagy 40-es, -50 50-es években. Igen, tehát eljut a kereszténység Rómáig, és emiatt aztán végül is Claudius császár úgy dönt, hogy a zsidókat száműzi, vagy előzi Rómából, amit megemlít az apostolok cselekedete is, aki említi Priszkát és akvilást, akik pont Rómából menekülnek emiatt a rendelet miatt. De amiért, amiért számunkra fontos, ez leginkább Krisztusnak a, az említése, tehát a kereszténység jelenléte Rómában. Még fontosabb, egy Tacitus nevű római történetírónak az leszei. ő 55 és 120 között élt, és a Nero féle tűzvészről, illetőleg ennek kapcsán a keresztényekről is írt. Azt mondja, sem emberi igyekezet, sem a fejedelem bőkező ajándékai, sem az Istenek engesztelései nem tudták elhallgattatni azt a gyanút, hogy a tűzvész az ő parancsára, vagyis Néro parancsára történt. Hogy tehát véget vessen a szóbeszédnek, a vádat áthárította, és a legelkeseredettebb büntetésekkel sújtott azokra, akiket a tömeg istentelen életük miatt gyűlölt, és krisztiánuszoknak, keresztényeknek nevezett. Ennek a névnek a szerzőjét, Krisztust, Tibérius császár uralkodása alatt Poncius Pilátus kivégeztette. Tehát megint csak a történeti tény, abszolút itt található Krisztus, akit Pilátus végeztet ki. Ez a vészes babonasság, mondja Tacitus, melyet sikerült egy pillanatra elfolytani, ismét kitört, és előzőlötte nem csak Júdeát, amely ennek a méteinek a fészke, hanem az még a várost, vagyis Rómát is. Gyönyörű leírása az evangélium terjedésének zárójelben szól. Igen, mint métej. Igen, ami arra utaltam. Megfertőzi a várost. És még egy utolsó forrást említenék, bár ennél jóval több apró híradásunk van, akár az ifja Pliniusnak a levele. De amit még fontos megemlítenünk, a zsidó hagyományokban is rengeteg utalás van Jézusra, például a Talmudnak az egyes traktátusaiban. Egy ezt olvassuk, Jézust a názáretit, mert varázslást művelt, és Izraelt elcsábította, Pesach előestéjén kivégezték. Tehát megint csak említi Jézus csodáit, aztán azt, hogy zsidó szempontból ő a népet rossz útra vezette, és hogy húsvét előtt, husvét előestéjén végezték ki. Egy másik hely a Talmudból Jézus 33 esztendős volt, amikor Pintiász, nyilván itt a poncius névnek egy kicsit eltörzült változatát olvassuk, Pintiász a rabló megölte. Úgy mondják, hogy anyja fejedelmektől és uralkodóktól származott, de ácsokkal keveredett. Tehát itt megjelenik Józsefnek az ácsnak az alakja is. Ez csak néhány ízelítő volt azzal kapcsolatban, hogy az evangéliumokon kívül is Jézusról számtalan korabeli tanúságtételt olvashatunk. Tehát akkor a független történelmi források, dokumentumok alapján nyugodtan leszögezhetjük, ha még valakinek volna, vagy lett volna kételje, hogy Jézusról ezek is írtak, tehát a történelemkönyvekben, a régi tört, történelmi könyvekben ott van az ő személye, mint létező ember. Akkor viszont térjünk át az evangéliumokra. Az elmúlt alkalommal már beszélgettünk, a Biblia hitelessége kapcsán az úgynevezett apokrif evangéliumokról. Tehát megemlítetted itt a Püspök a Tamás evangéliumát, vagy pedig Júdás evangéliumáról is beszéltünk, amelyet nemrég néhány éve fedeztek föl. Ö, és ezekről megállapítottuk már, mint az apokrifokról, hogy, hogy valószínűleg nem a nevüket viselő apostolok írták, és nem vagy csak kis részben tartalmazzák legalábbis Tamásnak tulajdonított evangélium Jézus tanítását. Hát most mit gondoljunk ennek fényében viszont a négy igazi másik evangéliumról? Tehát valóban azok a szerzői Máté, Márk, Lukács és János, akikre, akiket, mi a nevükön ismerünk most. És hogyha mondjuk tényleg ők, akkor, akkor bizonyítható-e, hogy valóban a megtörtént eseményeket írják le, hiszen hogyha mondjuk ma valaki kicsit történészi szemmel kezdje el olvasni a, a, az evangéliumokat, akkor, akkor azt állapíthatja meg, hogy egészen másfélt fajta stílusban íródtak ezek, mint egy mai történelmi munka, amelyik dokumentálni akarja X-nek vagy Y-nak az életét, vagy a vele kapcsolatos eseményeket. Tehát tekinthetjük-e történelmi hitelességi műnek a négy evangéliumot? a keresztény hagyomány négy evangéliumot fogadott el, és ennek egy nagyon fontos üzenete van. Azt is jelzi, hogy amit Jézussal kapcsolatban a Biblia elmond, az bizonyos értelemben kimondhatatlan. És ezért jobbnak érezte az ősegyház, ha nem egy evangélium van, hanem négy különböző, Négy különböző ige arról az igéről, amit egyetlen emberi szó sem tud magába foglalni. Tehát mind a négy mutatja azt a fölfoghatatlan titkot, ami Krisztusban megjelent. Négyféle emberben, négyféle módon jelent meg Krisztus arca, négy különböző ember emberarcon keresztül, Mátén, Márkon, Lukácson és Jánoson keresztül. Mindegyik evangéliumnak van egy saját emberi stílusa is. Már Márk evangéliumot talán Leginkább egy piacon prédikáló, nagyon lelkes keresztény emberhez hasonlít, Márk Evangéliumának a nagy része egy hatalmas csodasorozat, amivel ő ámulatba akar ejteni, a Krisztusba vetett hithez akar vezetni. Egy kicsit talán így képzelhetjük el, mint aki a piac téren föláll egy kis emelvényre, és nagy, nagy erővel hirdeti Krisztust a messiást. És az is érdekes számomra, hogy, hogyha egy ilyen kicsit személyes vallomásként hozzászóltak dologhoz, én nekem az a benyomás, hogy Márk Evangéliuma, mint egy ilyen gyöngyfűzér, egymásra fölfűző történeteknek a halmaza, nem egy ilyen nagy logikus egység, mint mondjuk a Lukács féle evangélium. Igen, szóval nem annyira rendezett, hanem így árad. De pont amiatt ez az impulvizivizmus, amit említettél, hogy a piasztéren áll valaki, ez pont belefér ebbe a stílusba. Igen, Szent Máté evangéliuma az kicsit olyan, mintha valaki prédikálna, akár egy zsinagógában, vagy egy templomban, rengeteg benne a bibliai idézet, és egy nagyon rendezett evangélium, hosszabb mondatokkal, kicsit kimértebb, nyugodtabb stílusban. Tehát sokkal inkább egy prédikáló evangélistát látunk. Szent Lukács evangélista talán ahhoz hasonlít legjobban, mint amikor egy, egy pap vagy egy lelkész egy nagyon művelt családhoz elmegy családlátogatásra, és próbálja nekik a hitet, az evangéliumot a lehető legszebben átadni úgy, hogy egy, egy művelt, görög műveltséggel rendelkező ember számára ez vonzó legyen, elfogadható legyen. Lukács is a leggyönyörűbb részeket gyűjti össze az evangéliumában, a tékozó fiút, az irgalmas szamaritánust, tehát egy nagyon szép képet akar mutatni Krisztusról és a szeretett titkáról. János evangélista pedig talán leginkább egy, egy idős remetéhez hasonlít, aki a cellájában ül, elmélkedik, szinte egy életnek az elmélkedéseit ö, foglalja össze, vagy, vagy rendszerezi az evangélium. János nagyon kevés jelenetről ír az evangéliumában, de mindegyik eseményt nagyon hosszan mondja el, tehát annak a mélyét akarja megmutatni, mint egy remete, aki egy életen át magában ezeket a, az eseményeket, emlékeket őrizte, és ennek a végső következtetését vonja le. Tehát jó ezt látni, hogy különböző stílusokban írnak. Négy emberi arc, con keresztül szűrődik át Krisztusnak az arca, vagy az ő kimondhatatlan titka. Ha sorra vesszük a négy szerzőt, hogy ki is ők, az első márk, akiről az apostolok cselekedeteiből, illetőleg Szent Péter apostol leveléből, pál leveleiből, megtudjuk azt, hogy ő Barnabás apostolnak unokatestvére volt, illetőleg az ő édesanyjának egy Mária nevű ö, asszonynak volt háza Jeruzsálemben, és az első keresztény közösség gyakran ott <kül> találkozott, tehát az első keresztény nemzedéknek, egy nagyon fontos alakja Márk, aki Pálapostól mellett is megjelenik, és később Péternek lesz a társa és segítője Rómában. A, az evangélium szerzője, tehát nem közvetlen szemtanúja, legalábbis nem a teljes Krisztusi életútnak, legfeljebb az utolsó napoknak, a Jeruzsálemben töltött napoknak lehetettő szemtanúja mert azt látjuk, hogy már Pünkös tájékán az első keresztény közösség születésekor az ő édesanyja, illetve az ő házuk egy központi szerepet kap a kereszténységnek az első éveiben. Szent Márk Rómában, mint Péter apostolnak a segítője tűnik föl, ezt leginkább Pápiásznak, Hierápolisznak, egy kis ázsiai város püspökének a Leírásából az ő általa összegyűjtött hagyományokból tudjuk, ez 130 körül megírt mű, amely az apostolokról, illetőleg az apostolok tanítványairól szól. És ő leírja, hogy Márk volt Péternek a tolmácsa. Ugyanis Péter egyszerű ember volt, Rómában görögül kellett neki prédikálnia, és ő nem tudott jól görögül, tehát kellett neki valaki, aki segítsen. Éppen ezért a Márk evangéliumot helyesebben talán így is nevezhetnénk, hogy Péter evangéliuma. Tehát Márk azt írja le, amit ő éveken, talán évtizedeken át Péter apostoltól hallott. És ilyen értelemben a legfontosabb koronatanúja Jézus életének és működésének. Hogy Márk tényleg Rómában ír, annak számtalan apró jele van. Például nagyon sok latin kifejezés van az evangéliumban szerepel például centúrió szó, amit ő görög betűkkel átír ilyen módon, hogy kentúrion, vagy a légió szó, amit szintén görög betűkkel leír a fillért, amit a, az özvegyasszony bedob, szintén latinosan quadransznak mondták, ezt is görög betűkkel ő átírja kordántész, de látszik, hogy sok esetben ő szinte latinul gondolkodik, mint hogy Rómában él, vagy ott a környéken alkotja a művét, és görög betűkkel írja aztán le az egyes szavakat. Szent Lukács annyiban különleges az evangélisták közül, hogy ő az az új szövetségi szerző, akiről biztosan tudjuk, hogy nem volt zsidó. A hagyomány egyértelműen állítja, hogy szír származású volt és orvos, tehát Antiókiában vagy arról a környékről származhatott. És ez a Származása, vagyis hogy ő nem tartozik a választott néphez, nem ebben a hitben és szokásrendszerben nevelkedett, ez ad az evangéliumának egy különleges nyitottságot. Tehát Lukács egy kicsit távolabbról és talán tágabb látókörben látja Krisztus alakját egy művelt, görög műveltséggel rendelkező embernek a szemével, és talán ez segíti őt. Abban, hogy meglássa az evangéliumnak olyan gyöngyszemeit, amit más evangélisták annyira nem tudtak kiemelni. Ahogy említettem, a tékozló fiú története, az irgalmas szamaritánus, a bűnös asszony, aki a könnyeivel mossa Jézus lábát utána a hajával megtörli. A jobblatornak a gyönyörű jelenete, Zakeus története. Tehát számtalan gyöngyszeme van Lukács evangéliumának, amit csak nála találunk meg. Szent Máté evangéliumával kapcsolatban nagyon fontos azt világosan látni, hogy a, az evangéliumot a mai formájában görögül írták. Ez teljesen nyilvánvaló az evangélium megszövegezéséből, tehát ez nem egy fordítás. Nem arámul keletkezett, hanem a mai formájában görögül írták meg. Sok apró jel mutat arra, hogy Szíriában Eletkezett. Például Máté megemlíti, hogy a hegyi beszéd hallgatói között nagyon sokan jöttek Szíriából is. Ami meglepő, mert egy eléggé távoli hely volt Palesztinától, de talán az evangélista utalni akar a későbbi közösségére, és jelezni, hogy a mi közösségünknek a, a gyökere is ott van a hegyi beszédnél, és a mi hitben őseink is ott álltak a hegyi beszéd hegye alatt. Illetőleg az arám szavakat Máté ö, néhány esetben nem a palesztin arám kiejtés szerint idézi, hanem a szíriai arám kiejtés szerint. Tehát úgy tűnik, hogy ő Szíriában alkot és ír egy zsidó-keresztény közösségnek a tagja. Látszik, hogy ez a közösség nagyon tartja a zsidó törvényt. Máté például hangsúlyozza azt, hogy egy i betű és egy veszőcskesen vészel a törvényből. Ugyanakkor Máténak a célja nagyon világosan az, hogy megnyissa a közösségét a pogányok felé. Ezért az evangéliumnak a vége az, hogy menjetek az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden népnek. Tehát annak ellenére, hogy ez egy zsidó keresztény, közegben született evangélium, de teljes erővel nyit a pogány misszió felé. Az evangélium a nevét valószínűleg onnan kapta, hogy a a Márk evangéliumban is szereplő történet, amely szerint Jézus meghív egy Lévi nevű vámost, az ebben az evangéliumban nem Lévi nevével, hanem Máté nevével szerepel. És hát, hogy ez miért alakul így, nagyon valószínűnek tűnik, hogy a, az evangélista az ismeretlen alakokat szerette beazonosítani. Ez nagyon sok helyen látjuk az evangéliumában, hogyha egy nevető nem tud pontosan elhelyezni például a a neve számára kicsit furcsa a Márk evangéliumban, azt inkább kihagyja. Tehát szereti, hogyha minden elnevezés pontosan érthető, vagy szaloméval kapcsolatban pontosan sítja, hogy ő kinek milyen fokon rokona. És úgy tűnik, hogy talán őt zavarta ez, hogy lévi egy ilyen ismeretlen tanítvány, akit Jézus meghív, mindent el is hagy, -e utána mintha elveszítenénk a a fonalat, hogy ő vele mi lett, és ezért talán az evangélista beazonosítja azzal az apostollal, akiről tudjuk, hogy vámos volt. Máté így szerepel a 12 apostol listájában, hogy Máté a vámos. Tehát valószínűleg ez okozhatja, hogy az evangélium szerzője ide Máté nevét írta be. Valószínűnek tűnik, hogy az evangélium mostani szerzője, tehát aki ezt a görög nyelvű evangéliumot írta, ő nem volt közvetlen szemtanú. Ugyanis, ha ő az lett volna, akkor nagyon nehéz lenne elképzelni, hogy Márk evangéliumát, amely nem egy szemtanúnak az írása, hanem csak Péter alapján egy tanítványnak, Márknak, az írása, hogy ezt az evangéliumot, ezt ennyire betű szerint átvette volna. Tehát, ha ő jelen volt, vagy jelen lett volna, akkor valószínűleg gyökeresen másként fogalmazta volna meg az egyes történeteket. Vagyis úgy tűnik, hogy a Máté evangélium mögött lehetséges, hogy a távolban ott van Máté apostolnak a hagyománya és az alakja. De aki konkrétan megírja, az egy Szíriában élő zsidó-keresztény közösségnek a, a tagja, aki ott ebben az időkeresztény közösségben márk evangéliuma alapján egy új, még bővebb evangéliumot megalkot. És végül János evangéliuma minden bizonyal Efezusban vagy ott a környékén keletkezett, ezt is nagyon sok szálon tudjuk az ókori egyháznak a hagyományaiból, hogy János apostol oda került. Efezusnak lett a, a püspöke, és ott is van e, eltemetve, ott is volt eltemetve. Az evangélium mögött, tehát János apostolnak az alakja áll. Ez nagyon nyilvánvalóan látszik, hogy rengeteg olyan hagyományt ismer ez az evangélium, ami szemtanútól ered. Például az első tanítványok meghívása. Nem a szerint, az egyszerű séma szerint mondja el, ahogy a szinoptikus evangéliumok, hanem nagyon sok apró részletet belevesz, amikor keresztelő Jánoshoz jönnek a tanítványok, meglátják Jézust, János küldi, őket szinte hozzá, nézzétek az Isten báránya, ők a nyomába szegődnek, aztán ilyettükben hirtelen azt mondják, Mester, hol laksz? Akkor Jézus elhívja őket, és még azt is megjegyzi az evangélista, hogy a tizedik óra körül volt. Tehát egy nagyon pontosan leírt élmény, ami egy életre János Apostolnak a szívébe belevésődött, amikor Jézus elő először egy napot eltöltött. De nagyon sok ilyen pont van, akár a szamariai asszony történetében. Nagyon érdekes az a pillanat, ahogy az asszony rádöbben Jézusnak a, a különleges voltára is, örömében fut szikárba a faluba, és ott felejti a korsót. És ez meg is jegyzi az evangélista, megint csak egy olyan pontja a történetnek, ami nyilvánvalóan a szemtanú élményéből fakad. Rengeteg olyan részletet elmond János, ami csak szemtanútól eredhet. Például a, a Betesda fürdő leírása, ahol megemlíti, hogy öt oszlopcsarnok volt, ami egy meglepő dolog, mert egy medencének általában négy oldala van, négy oszlopcsarnokkal, de ennek középen volt egy ilyen kis ö, szétválasztó gátja. véleség. Igen, és a fölött is egy külön oszlopcsarnok, tehát valóban, a régészet bizonyította ezt a 20. századi áshatások. Ez olyannyira, hogy ugye sokáig nem is fogadták, ez volt az egyik probléma, hogy János nem mondhat igazat, mert sehol nincsen nyoma, még a Jeruzsálemről oly részletesen író Józefus Flávius meg sem említ ilyet, hogy betezd a fürdő, és mi az, hogy fölkavarodik a víz, ugye a béna meggyógyításánál ezt olvassuk, és akkor kiderült, hogy a feltárások tárgyalás nagyon is igazat mondott, mert ez egy rituális fürdő volt, aminek az volt, ugye, ha jól tudom, a, a jellegzetessége, vagy a kívánalma, hogy, hogy élő víz, tehát hogy mozgó víz legyen, ezért fölhúzták bizonyos időközönként a zsilipet, hogy meginduljon a vízáramlás. Tehát szépen lassan a, a tört, vagy a régészet elkezdte igazolni az evangéliumoknak a hitelességét. De hogy mennyiben tekinthető történelmi munkának a négy evangélium, vagy valamelyik a négy közül? A... Biblia tudomány aztán egy nagyon ö, részletes módszert kifejlesztett azzal kapcsolatban, hogy hogyan igazolható, illetőleg hogyan vizsgálható az, hogy egy-egy evangéliumi leírás az tényleg mennyiben tükrözi szó szerint azt, amit Jézus mondott, illetőleg ő tett. A történettudomány öt olyan szempontot, kritériumot dolgozott ki, amelynek segítségével ezt nagyon ö, pontosan meg lehet állapítani. Gyorsan felsorolnám, és megpróbálom röviden ö, magyarázni ezeket. Az első a többszörös tanúsítás. Azt jelenti, ez Jézus életéről öt egymástól független forrás maradt fönn. Az első a Márk evangélium, a második az úgynevezett Q forrás, vagy Logia forrás Jézus mondásainak a gyűjteménye, amelyről majd talán nem sokára részletesebben is beszélünk, amelyet mind Máté, mind Lukács evangélista beépített a művébe, és ebből a kettőből tudjuk kivonni ennek a forrásnak az anyagát. A harmadik forrás Máténak a saját forrásai, a saját anyaga, a negyedik Lukácsnak a saját anyaga, és az ötödik a János evangélium. És zárójelbe a hatodikként esetleg a Tamás Evangéliumnak egy-két részletét lehet még idehozni. Tehát ez a, ezek a független forrásaink, amelyek Jézusról fontos információkat tartalmaznak. A többszörös tanúsítás azt jelenti, hogy minél több egymástól független forrásban ugyanazt megtaláljuk Jézusról, az annál valószínűbb, annál biztosabb, hogy teljesen megbízható történeti tény. Például mind az öt forrás megemlíti azt, hogy Jézus önmagáról, mint emberfiáról beszél, mégpedig ilyen különleges módon, hogy egyes szám harmadik szemében használja ezt, az emberfia sokat fog szenvedni. Tehát ez teljesen nyilvánvalóan Jézusnak egy sajátos, nagyon különleges beszédformája volt, ahogyan ő önmagáról, a személyének a titkáról beszélt. Hadd mondjuk egy ellenpéldát is, egyes-egyedül Máténak a saját anyagában találjuk meg azt, hogy Jézus a tanítványainak a közösségét egyháznak, eklésziának mondja. Vagyis úgy tűnik, hogy ez a fajta megfogalmazás, ez talán nem Jézustól magától ered, hanem ez egy későbbi elnevezés, amit önkéntelenül a tanítványok belefogalmaznak Jézusnak a szavaiba is. Nyilván az alaptény, hogy Jézus tanítványokat hívott össze is, és ő belőlük az ő közösségüket megalapította, ez történeti tény. Csak az elnevezésről van itt szó, tehát valószínűleg az egyház, mint megnevezés, az egy későbbi fejlemény. A második ilyen kritérium a különbözőség. Ez azt jelenti, hogy Jézusnak egy szava vagy cselekedete minél jobban eltér a korabeli gondolkodástól, tehát a zsidó gondolkodástól, a korabeli kultúrától, és minél jobban eltér a későbbi őskeresztény igehirdetéstől és szóhasználattól is, tehát minél jobban mind a kettőtől különbözik, annál biztosabb, hogy ez valóban történeti. Mert egyikből sem levezethető. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a tanítványok a maguk kultúrájából hozták, és nem lehet azt sem mondani, hogy a későbbi prédikátoroknak a mondataiból szűrődött ide be, mert mind a kettőtől előtt. Hadd mondjak erre megint csak egy példát: Jézus az Istent egy nagyon különleges módon szólította meg Abbának, vagyis Apának, Édesapának szólította. Ez teljesen ismeretlen a zsidó szóhasználatban. Tehát, hogy, hogy, valaki merné a közvetlen hétköznapi arám nyelven az Isten így megszólítani, hogy apa, abba, ez teljesen egyedülálló. És ugyancsak a későbbi őskeresztény hagyomány ezt nem merte tovább vinni, annak ellenére, hogy Jézus bátorít arra, hogy mi is ugyanígy merjük az Isten szólítani. Kialakultak ennek más, kicsit ünnepélyesebb, kicsit azért tiszteletet kifejezőbb formái, még a mi atyánkban is. Nem az eredeti abba megszólítás maradt fönn, ahogy Szent Lukácsnál még olvassuk, hanem a Máté verziót használjuk. Mi, atyánk, Páter Hémon, tehát a görög fordításban, és rögtön hozzáteszi, aki a mennyekben vagy, mi itt a földön, te oda a mennyben, tehát rögtön a tiszteletet és kicsit a távolságot is próbálja kifejezni. Egy ellenpéldát megint csak hadd mondjak, a magvetőről szóló példabeszédnek a magyarázata. Ebben a magyarázatban rengeteg olyan kifejezés van, például, hogy a, a, mag az, amelyik útfélre esett, vagy amelyik a, a köves talajba hullott, az hasonlít ahhoz az emberhez, aki hirtelen megörül az igének, de például így olvasjuk, hogy a világi gondok, vagy a csalók a gazdagság. Elfolytja a szívébe vetett tanítást. Ezek mind olyan kifejezések, amit például Szent Pál leveleiben gyakran megtalálunk: az igét, az üldöztetést, a, a világi gondokat. Tehát úgy tűnik, hogy ebben a magyarázatban is nagyon erősen benne van az első keresztény közösség szóhasználata. Ami egyébként természetes is, tehát nagyon könnyű megjegyezni egy történetet, a, a magvető történetét, azt hitelesen őrzi, szinte betű szerint őrzi az evangélium, de sokkal nehezebb a magyarázatát szó szerint megjegyezni, és önkéntelenül az ős egy háza maga szóhasználatával fogalmaz itt. A harmadik kritérium a hasonlóság, ami azt jelenti, hogy Jézusnak egy szava vagy tette, amit vizsgálunk, minél inkább hasonlít a már hitelesnek fölismert szavaihoz és tetteihez, vagyis beleillik a történeti Jézus képbe, ami lassanként kezd a történész előtt kirajzolódni annál valószínűbb, hogy hiteles. A negyedik az élethelyzet. Azt jelenti, hogy Jézusnak egy szava vagy tette minél jobban beleillik az ő nyilvános működésének az élethelyzetébe, vagyis nincs benne például még utalás Jeruzsálem pusztulására, a Paruzia a második eljövetel késésére, hanem abba az élethelyzetbe illenek bele a szavak, a példabeszédek mondani valója, akkor világosan látszik a hitelessége. És az utolsó, az úgynevezett aramizmus, azt jelenti, hogy az evangéliumok görögül íródtak, vagy ez a formájuk maradt meg, talán voltak eredeti gyűjtemények, régebbi gyűjtemények, amelyek arámul születtek, de számunkra a görög evangéliumok maradtak meg. Azonban az apostolok Jézust arámul hallották, és a fejükben a Jézusnak a szavai arámul voltak. És az evangélium görög szövegét nagyon sok helyen rendkívül könnyű visszafordítani rámra. Tehát szemmel láthatóan a fejükben ott van az arám mondat, és ha visszafordítjuk, akkor igen gyakran egy ritmusos szöveget találunk, hogy vannak benne szójátékok, alliterációk. Tehát látszik, hogy itt emlékeznek az arám szövegre, és azt tükörfordításban adják vissza görögül. Vagyis minél könnyebben visszafordítható a rámra, megint csak annál jobban látszik a történeti hitelessége. Rengeteg olyan könyv található és elérhető, ahol ezek a kutatások részletesen olvashatóak. Az egyik leghíresebb, John P. Meyer nevű Jezsuita atyának a műve, A e Marginal Joe, ez a címe négy hatalmas kötetben ezt kutatja végig, hogy Jézusnak a szavai és tettei, tehát bizonyítja a történetiségüket, illetve megmutatja azokat a részeket, amelyek egészen biztosan történetiek. Magyar nyelven egy rövidebb könyvet hadajáljak ezzel kapcsolatban Edward Schweitzernek. Egy rövid, de nagyszerű műve, ezzel a címmel mit tudunk valóban Jézus életéről erről eszembe jut egyébként, nem régebben olvastam egy könyvet, amelyben a, a brit legfelső bíróságnak az elnöke, Sir Edward Clarknak hívják. Ő úgy vizsgálta meg az evangéliumokat, hogy a ilyen, bírói vádhatóság szempontjából, tehát azok az emberek, akik szerepelnek benne, mit mondtak, hogyan mondtak, egy úgymond tanúvallomás próbáját kiállnák el. És a <kül> Sir Edward Clarke arra a következtetésre jutott az evangéliumok szavaütésével kapcsolatban, és itt most idézem, hogy számomra a bizonyítékok perdöntőek. És a legfelsőbb bíróságon számtalan alkalommal mondtam ki ítéletet olyan bizonyítási eljárások után is, melyek közel sem voltak ennyire megalapozottak. Jogászként az evangéliumok beszámolóját szavahihető tanúk kellően alátámasztott vallomásának fogadom el, minden fenntartás nélkül. Ezt egy bíró mondta. kedves hallgatóink, önök továbbra is a Mária Rádiót hallgatják benne. A Hit Kapuja című apologetikai, tehát hitvédelmi műsort Székely János Püspök és Kindelman győzővel. Az evangéliumok történelmi hitelességéről beszéltünk eddig. Folytassuk még azért egy gondolat ezt a témát, Püspök atya. Nagyon érdekes azt is látni, hogy a régészet számtalan ponton az evangélium elbeszéléseit igazolja és alátámasztja az egyik legmegdöbbentőbb fölfedezés az a Kedronpatak völgyében tártak föl egy régi temetőt. 1954-ben ebben a temetőben egy kis csontartó ládikót emeltek ki a földből, úgynevezett osszuáriumot, ugyanis a szokás az volt, hogy egy halottat eltemettek, rátették a szikla ágyra, úgymond a sírban volt egy ilyen külön hely a friss halottaknak, és utána várták, hogy a holtest lassanként föloszlik, és egy-két évvel később a csontokat összedték, és azt egy kisebb ládába betették. És egy ilyen kis csontartó ládát találtak, amin a régészeknek a nagy megdöbbenésére ez a felirat volt olvasható, hogy Alexander Simon fia Cirenei. És ha valaki a Márk evangéliumot, a Márk pasiót olvassa, akkor azt eh, olvassuk benne, hogy kényszerítettek a katonák egy arra menő embert, Cirenei Simont, Alexander és Rufus apját. És mit olvasunk ezen a kisládikon? Alexander, Simon fia, Cirenei. Tehát a mi Cirenei Simonunk egyik fiának a kis kőkoporsóját találták itt meg. És hát számtalan más régészeti leletet lehetne felsorolni a Pilátus feliratot Kaifás nevének a szereplését egy szintén egy ládán egy keresztre feszített ember csontjait, de akár azt a, a halász bárkát, amit az egyre apadó genezárati tóban a sárban találtak meg szinte teljesen éppen egy Krisztus korabeli fából készült bárka és pontosan olyan a pihenőhelyel és mindennel együtt ahogy az Evangélium ezt leírja. Tehát ez mind-mind azt támasztja alá maga a történelem és a történelem segít tudományai, köztük ugye elsősorban a régészet, hogy az evangéliumok, evangéliumok valóban történelmi hitelességet is képviselnek a tanításon kívül számunkra. Viszont és Még, hogy az előbb említetted, hogy az egyes evangéliumokban a, a szóhasználat már magán viseli az első keresztények szóhasználatát. Sokakban fölmerülhet erre a kérdés, hogy na no, akkor mikor is keletkeztek az evangéliumok? Ez azért is fontos kérdés, mert mondjuk a szkeptikusok azt gondolhatnák, hogy, hogy és van is ebben logika, hogy minél később jegyeznek le valamit, annál nagyobb az eltérés, a veszélye a torzulásnak. Ugye itt beszélhetünk a népmeséről, vagy a szájhagyományról, vagy arról az érdekes játékról, amit gyerekkorunkban játszottunk, hogy egy ember suga mellette ülőnek valamit a fülébe, és akkor egyre tovább a szomszédnak, szomszédnak adják, és a legvégső, mikor elmondja, hogy mit hallott, hát egészen más történetet fogunk hallani. De mi a helyzet akkor az evangéliumokkal ez ügyben? A legfontosabb történelmi dátum, ami alapján a, az első evangéliumok, az úgynevezett szinoptikus evangéliumoknak, tehát Máténak, Márknak és Lukácsnak a megírási idejét meg tudjuk határozni, ez Jeruzsálem pusztulása. Krisztus után 70-ben ez a zsidó háborúnak a vége, amikor Titus elfoglalja a várost, a templomot földig lerombolja és földgyújtja. És mind a három evangélium, tehát Márk is, Máté is és Lukács is beszámol arról, hogy Jézus a város pusztulását, illetőleg a templom pusztulását megjövendölte. Azonban a leírás egy kicsikét más Márknál, illetőleg más Máténál és Lukácsnál. A Márk evangélium ezt a 13. fejezetben találjuk meg Jézusnak az úgynevezett apokaliptikus beszéde, és azt látjuk, hogy Ebben a beszédben egyrészt a város pusztulásának a részletei nagyon általánosan vannak megfogalmazva, tehát még nincsenek benne se, konkrétumok megemlítve, illetőleg a templom és a város pusztulása teljesen összemosódik a világvégének a leírásával, majd hogy nem úgy tűnik az első olvasatra, mintha kettő szinte egy eseményt képezne ebben a beszédben. Vagyis teljesen nyilvánvaló, hogy Szent Márk még 70 előtt ír, amikor még az esemény nem történt meg. Máténál és Lukácsnál viszont azt látjuk, hogy egyrészt szétválasztják, Ebbe, ugyanebben az apokaliptikus beszédben, amit ők Márktól átvesznek, szétválasztják a két eseményt, tehát nagyon világosan mutatják be, hogy, hogy megtörténik a templompusztulás is utána később majd a világ vége. Illetőleg a templom pusztulása és a város pusztulása kapcsán egy-két konkrét részlet megint csak szinte önkéntelenül belekerül a leírásba. Lukács például azt írja, hogy árkokat ásnak a templom, illetőleg a város körül, hadseregek veszik körül Jeruzsálemet, és akkor ti meneküljetek a hegyekbe. Vagyis szemmel láthatóan Lukács és Máté már 70 után írnak, amikor az esemény bekövetkezett, ők ennek az eseménynek az elbeszélését ismerték. Ez egy rendkívül tragikus eseménye volt a zsidó történelemnek. És ilyen módon ez önkéntelenül is belekerül abba a jövendőlésbe, ahol ezt Jézus megjövendölte. Márk Evangéliuma minden valószínűség szerint 63-64, tehát a Néróféle üldözés és Péter apostol halála, illetőleg 70 között történhetett ebben az időszakban, ugyanis a néróféle üldözésnek a hatásai nagyon erősen érződnek az evangéliumból, vagy egyáltalán a keresztény üldözésnek a jelenléte. Talán emiatt is annyira a passióra van ki hegyezve a Márk evangélium leírása. Máté és Lukács evangéliuma 70 és 90 között keletkezett, a 90-es dátum pedig onnan származik, hogy a legelső író egyházatjáink, akiket apostoli atyáknak hívunk, mert szinte még az apostoli korban írnak, főként római szent kelemen. De ő mellette aztán az úgynevezett Barnabás levél, a Didaké antiókiai szent Ignác levelei, tehát az első keresztény írások már a szinoptikus evangéliumokat idézik. Tehát nyilvánvalóan ekkor már Máté és Lukács evangéliuma is megszületett. Az utolsó evangélium pedig János evangéliuma, amely Krisztus után százig bezárólag íródhatott meg. A legrégebbi papírus töredék egyébként érdekes módon pont ebből a legkésőbbi evangéliumból maradt meg. Krisztus után 125-ből maradt fönn egy másolat darabka János evangéliumából, Egyiptomból. Az első három evangéliumnak az elbeszéléseit előbb említetted ezt a szinoptikus szót, tehát ugye ez az együttlátás jelent, és ez azt, azt akarja, hogy nagyon-nagyon hasonlítanak egymásra, ám ugye Jánosi egész, tehát mint tartalmában, sőt hát stílusában nagyon-nagyon különbözik tőlük. Ugye, ahogy említettük, Lukács nem volt tanulja az események, de, de mondjuk aféle mai szóhasználattal élve ilyen, ilyen, oknyomozó vagy, vagy, vagy tényfeltáró újságíróként járt utána az eseményeknek. János és Máté, ugye, hát egész pontosan ugye itt akkor az előbb kiderült számunkra, hogy Máté evangéliuma nem feltétlenül az apostoltól származott, hanem Szíriában írta le, de első kézből hallhatta az illető Mátét, Péter apostolnak pedig egyfajta titkára volt Márk, tehát ha mindezt figyelembe veszük, akkor nekem az a véleményem teszem fel, hogy egyformán kellett volna, hogy mindent leírjanak. Tehát mi az oka a különbözőségnek? Sőt, még azt is mondhatnám egyébként, hogy, hogy, hogy pont a nem szemtanú Lukács Amangéliuma tűnik számomra a legkerekebbnek, a legkoherensebbnek a történeteket illetően. Az, hogy az evangéliumok nem teljesen szó szerint azonos módon fogalmaznak, az pontosan a történész <tört> számára a szavahihetőségüket erősíti. És nyilvánvalóvá teszi azt, hogy ezek különböző források, különböző emberek, a földrajzilag is különböző helyeken írnak ugyanarról. Tehát nem arról van szó, hogy összebeszélnek, nem arról van szó, hogy lemásolnak valamit, hanem sokféle hagyomány, ahogyan fönnmaradt Szíriában, Rómában, Palesztínában, hogy Lukács pontosan hol ír, ezt nehéz meghatározni, de könnyen lehet, hogy Görögországban valahol, vagy esetleg ő is Itáliában. Tehát különböző helyeken, ahogy az őskeresztény közösség hagyományozza, adja tovább a Jézusról szóló tanítást, ilyen módon fogalmaznak, egy kicsikét másként, de pontosan ez erősíti meg, hogy az alaptényekben pedig azonosak. Tehát egyáltalán nem a, a történeti hitelességet gyöngíti, hanem pontosan erősíti az, hogy ők nem szó szerint egymással megegyező módon írnak. A különbözőségeknek egyébként nem lehet az oka az, hogy más más kultúrközösségnek, kultúrkörnyezetnek szánták a mondandójukat? Természetesen igen, illetőleg az is befolyásolja, hogy más egyéniségek, ahogy próbáltam az elején ezt kifejteni, hogy kicsit benne van az evangéliumban, magának, az evangélistának az egyénisége is, és nyilván benne van a közösség is, akiknek írnak. Tehát a Máté Evangélium nagyon erősen zsidó keresztény gyökerű. Ebben a közösségben ír, és nyilván őket akarja, mint, mint egy tekintélyes tanító, akarja őket vezetni is, kicsit kinyitni a, az Egyetemes Egyház, a Péteri Egyház felé. Márk Rómában írt, tehát pogány keresztény közegben. Lukács valószínűleg egy olyan közegben, ahol nagyon sok a prozelita is, tehát a, a zsidósághoz már korábban megtért jó szándékú pogány, nagyon sok ilyet mutat be az apostolok cselekedetei, az etióp udvarnokot, vagy Lidiát, a tiatérai borháros aki Filippiben a zsidó imádságokra eljárt, Kornélius századost. Tehát nagyon sok ilyen szimpatikus, a zsidósághoz közeledő pogányt ábrázol, és valószínűleg az ő kezes közösségében sok ilyen ember volt, akiknek a hitét ő akarta még jobban erősíteni. János evangélista pedig egy, egy kisázsiai és alapvetően hellenista kultúrában élő közösségnek ír, és nagyon sok szempontból ő próbál a korabeli hellenizmus vallási nyelvén fogalmazni, elmélyíteni is a zsidó keresztény eredetű fogalmakat. Például ő az Isten országa helyett, amit ő nagyon ritkán használ, a szeretet szót használja, vagy az élet szót. Jézus életet hozott, azt akarja, hogy nekünk életünk legyen és bőségben legyen. Vagy használja az újjászületés szót, a palingenesziát, ami egy nagyon alapvető vallási fogalma volt a misztériumvallásoknak. Tehát látszik, hogy ő a maga kultúrája számára akarja az evangélium örömhírét megfogalmazni. Hogyha valaki mondjuk egy regényíró vagy egy filmrendező teszem föl Jézus életét meg akarná úgy írni vagy filmre vinni, hogy teljesen kronológiai sorrendben az evangéliumokat egymáshoz viszonyítva sorba tenni időrendben és az eseményeket logikusan egymásra építve felépíteni, meg lehetne ezt tenni? Tehát nincsenek olyan ellentmondások az evangéliumokban, ami ezt lehetetlenné tenne? Kicsit provokatív volt a kérdés. Bizonyos értelemben a pontos kronológiát nem, nem lehet fölállítani minden egyes evangéliumi történet esetében. Mégpedig azért, mert az evangéliumi hagyomány nagy része predikációban terjedt, ami azt jelenti, hogy kicsi egységekben fogalmazódott meg, például egy-egy csoda történet, és az önmagában önállóan hagyományozódott tovább, és lassan a hagyomány során lekopott róla az, hogy ez pont miután következik, vagy akár néha az is, hogy pontosan hol történt. Tehát megmaradt az egyszerű kerek történet, amit perikópának is nevezünk, tehát egy kis szövegegység, és elveszett a, a konkrét történeti beágyazottsága vagy helye. Valaki azt mondta, hogy a, az evangéliumi történetek olyanok, mint egy láncnak a szemei, amelyikről hiányzik a lánc. Tehát az összekötő fonalat nem mindenütt lehet megtalálni. Ennek ellenére azért nagyon sok olyan történelmi esemény van, és Jézus életének a kronológiájában nagyon sok olyan pont, amit pedig nagyon világosan látunk. Tehát az, hogy, hogy keresztelő Jánosnak Jézus a hallgatója volt, ott megkeresztelkedett, az egy döntő fordulat az ő életében utána megy a pusztába, hogy fölkészüljön a nyilvános működésére, és utána indul el az Isten országát meghirdetni. Vagy Jézus életében egy nagyon nagy fordulat, az, amit a galileai fordulatnak neveznek, a kenyérszaporítás utáni ö, eseménysor, amikor nagyon sokan ő őtől eltávolodnak, a tömeg ugyanis királya akarja tenni, de Jézus ennek ellenáll, tehát lassanként világossá válik, hogy ő más fajta messiás, mint amit a nép vár. És Jézus meg is kérdezi a tanítványoktól, hogy ti is el akartok menni? És akkor Péter válaszol, hogy mester, kihez mennénk? Neked örök életet adó igeid vannak. Ezt János írja így, nagyon hasonlóan írják a szinoptikusok ettől teljesen függetlenül, azt, hogy Jézus külön megy, és kérdezi, hogy kinek tartotok engem, és a végén Péter mondja, hogy te vagy a messiás, és Jézus mondja, hogy boldog vagy, nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked. Tehát egy fordulat, ami után Jézus egyre többet beszél a szenvedéséről, ebben is teljesen megegyeznek az evangéliumok, hogy van egy pont, ahonnan kezdve egyre többet beszél Krisztus önmagáról, illetőleg a keresztről, ami rá vár. Kedves agatóink, jó néhány kérdés és jó néhány témakör maradt még a tarsolyunkba, de hát a Hitkapuja című mai, műsorunk mai adásába ennyi fért bele. Hogyha az elhangzottakkal kapcsolatban bármilyen észrevételük vagy kérdésük van, nyugodtan írjanak nekünk. Ha internetes keresőbe beírják a Mária Rádió szót, akkor minden elérhetőségünket megtalálják, és jövő héten ugyanebben az időpontban, tehát hétfőn 16.30 per, perckor ismét jelentkezünk a Hitkapujával. Búcsúznak önöktől a műsor vezetői, Székely János Püspök atya és kindelman győző, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen.